A sertés szív vonzolását végezzük el ezen a foglalkozáson. A sertés szív hasonló szerkezetű felépítésű, mint az ember szíve. A szív a keringési rendszernek a központja, mondhatnánk, hogy a motorja, mert állandóan áramlásba tartja a vért a vérerekben. Nézzük meg, hogy hogyan felel meg a szerkezete ennek a feladatnak. Hát három szívet helyeztünk ide el, amelyen megvizsgáljuk a szívnek a részeit. A szív a szívburokban helyezkedik el, abból lett kivéve. Ezt a burkot most nem látjuk. Itt láthatóak a szív felületén futó erek, ezek az úgynevezett koszorú erek a szívnek a vérellátását biztosítják. A szívbe erek vezetnek be, sajnos csak ez az ér látszik, tehát ez a két ér, és vezetnek ki belőle. A szív felvoncolásakor láthatjuk a pitvarizomzatát, és alól pedig helyezkedik el a kamra. Tudjuk azt, hogy a szív négy részre tagolódik, két pitvarra, ami felül helyezkedik el, és két kamrára, ami alul helyezkedik el. A pitvarok és a kamrák között vitorlás billentyűk találhatók. Ez a billentyű az. Belenyúlunk, akkor át lehet nyúlni a kamrába. A vitorlás billentyűt, hogyha a szívet ketté vágjuk, akkor láthatjuk, hogy inhúrok rögzítik az úgynevezett szemölcsizmokhoz, amely a kamra falának a részei. Ha összehasonlítjuk a kamra izomzatát és a pitvarnak az izomzatát, ennek a vastagságát, akkor azt látjuk, hogy a kamra izomzata jóval vastagabb, mint a pitvar izomzata. Ez azért van, mert a kamrának kell a legnagyobb munkát elvégeznie, különösen a bal kamrának, amely az egész testbe, keringésbe tartja a vért. Itt látható a kamra ürege. Ez is a kamra ürege. Ha összezárjuk, láthatjuk, hogy egy billentyűvé záródik össze. És a billentyű most nyitva van. Ha felvágjuk ennek a szívnek az izomzatát, akkor nagy valószínűséggel, hogy ugyanazt fogjuk látni, mint a felnyitott szívnél. Tehát a kamra, amelyben még van is egy kis alvakvér, itt vannak a szemölcsizmok és az inhúrok, amelyek a billentyűt rögzítik, tehát ezt a vitorlás billentyűt rögzítik. Ezek a billentyűk összezárnak akkor, amikor a kamra kipumpálja a vért a vérerekbe.